Üdvözlöm mindenkit, Korne vagyok, ez pedig itt a Minecraft, és vissza is tértünk a mi kis házunkba. A gyémat felszerűsöm lesérült rendesen. Na, nem kell. De ez kell. Akkor is kell. Nos, akkor... Ja, hát ez is kell, legyártottam néhány sült húst, itt javarészt megsütöttem. És akkor készítsük el az Ender portált. Ezt meg valami megdöglött, szerintem tuti disznó vagy. Wolf chop. Megvan nekem minden egy farkasom? Úgyis, ezek öngyilkos merényletbe kezdtek. Szász, ez nem lesz jó. Úristen, mit ki nem derülnek itt? Futunk! Ó, te megvagy? Megvagy? Megvagy, picol, jó van. Te is megvagy. Hobó, Turbo, Brutus. Oké, mindenki megvan. Hát akkor egy erre járt. Biztos, hogy anyafarkos erre járt, hogy megkeresse kicsinyeit, mondjuk azok egyedül voltak. Ez megdöglött, így a Creeper felrobbantotta szerencsétlent. Hát, rest in peace. Játékon kicsit halkítok már. És hát akkor ebbe beleöntünk egy. Na. Én nem működött ezt, hogy csak. Na de most még nem működik az Ender portálom. De rég szép időben emlékeztek, még Survival Island is azzal baszakodtam, hogy itt az Edőrbe de bírok menni, az közben így nem akar működni a portál, meg semmi. Közben az eső is Edőret, rohadjon meg. Na ez jól indul, na, be a házamba. Na, jól van kutyuskáim, akkor hova faszomba építsem a portált. Hát a ház az nem elég magas. Csinálok egy... pincét. A picsába. Szépen lemegyünk ide. Ah, lesz még ez lentebb. Jó, itt jó. Pince egyenlően csak egy ilyen kis valami. 2-3. 4. Legalább ekkorának kéne lennie. Az nem fontos. Hú, a nőre vissza nem megyek én. Szóval most ha nem mixik, akkor beteszem oda a portát, az kész. Nem csak egy ponyéból. Áj, nem mixik, akkor kirakjuk az egészet. Kibírjuk. És ha itt sem akar működni, nem működne, akkor hagyjon meg. Nem tudok rá más mondani. Szivat itt engemet. Entering to the door, entering. Én nem tudom, csak te. Na van. Gyerünk! Fú, ezt veszettem szágúd. Ha
ha úgy szakadna a hó, mint ahogy itt a töltés, akkor hú, az jó is lenne. Gyerünk! Töltsé! Töltsé! Jó, mindjárt meg lesz, már csak a... Egy harmada van hát, gyerünk! Gyerünk! Nagyon képzelni, milyen pixelharc folyik oda, így atom nagyságira nagyítunk, és akkor látom, hogy így harcol a zöld pixel a szürkével. És a zöld atom a szürkével, mert ez már atomi szint lesz. És itt vannak, nagyon el vannak. És zöldtől erő tör előre. Fú. És nagyon előre törtek. Hozzak a hadsereget, így a nehéz sereget. Ebben csak egy nagyobb pici van hátra, ne tanulsítson ellenállást a szürke. Gyerünk, töltsé be! Simulating World for Bit. Yeah. Sikerült. Punk! Tú-rú-tú-tú-tú. Ez itt kérem szépen az edőr. Régen, mint a kicsit úgy fényesebb világ lett volna. Még lehet, hogy csak azért van itt ilyen rossz idő, mert szar az idő. De ezt nézzétek, itt nőkszik. Itt tökéletesen nőkszik. Vágjunk fát! Aztán keresünk ilyen dungeon-öket, mert mindent. Hozzássia, most 2-3 napig biztos nem lesz rész, mert valahol elment így telelni. Téli tábor és téli nyaralás. Ó, azt a milyen vastag bőrű bundájú birke. Bőrű? Inkább bunda. És visszajönk egy kicsit. Tök ugyanolyan, nézzétek meg azt, mert nem akar. Látod csak? Trollkodik velem? Ja, mi más csinálna? Jó, most egyelőre itt felmegyünk. De pazd meg anyád! Nem ez kell nekem. Ó, de jó, villámlik! Jó van, kis kuzsuskáim, ne féljetek. Villámbácsi, ez nem fog titeket bántani, reméljük. Na, gyorsát. Lehet, hogy itt este eddig azt azért van ilyen. Ó, mennyi repülő malac van ott. Wow. Egyet be kéne idomítani ezt a kommentnak a lant. Gyere, hogy itt egy kis házat össze kell majd hozni. Meg majd itt szeretnék kicsit robbantgatni. TNT nélkül is menni fog. Osztan ilyen nagy bunda réteget ledobott. Már van 10 bundám. Bárány kapitányok. Jó.
Kapásból ott a dungeon. Ez jó dolog. Malac. Nem baj, még megvágunk néhány birkát. Jó, ez már messze a birka, jó, jó van. Drogos bárány, gyere ide! Wow. Azt még van bundád, na gyere csak. Tudom, hogy nagyon nagy a szőrzeted. Épp azért kell nekem. Ezt érzétek, ebbe az egy darabból mennyi jött. Ez tényleg nagyon durva. Rendben akkor. Crafting table. Lerakjuk ide. Á, ezzel nem mixik. Hát itt sajnos csak ennyi ágyat sikerült legyártani. Ja, ó, 9 fonal, az jó. Helyet kell találni, ahol. Ó, zanír vagy mi az. Ott egy madár, de az nem kell nekünk. Mert az mindig el fog szökni. Skyrot pickaxe, jó. Diamond pickaxe, nem tudom minek hoztam magammal. Teljesen fölösleges volt. Zelnyert azt? Nem tudom, mivel kiszedni azt hiszem. Ja, nem bírom. Gyere csak! Jó, 28 full. Egy darab zenét kirobbantott nekem, az jó. Zenét gemstont. Sárgányok. Na, ezért jó. Fú, csak közös szint ment a gyémánt szedtem. Na, nem baj, ez majd megjavítom. Enchanter. Jó. Most akkor legyártunk még egy pickaxe-ot. Még egy ilyen pickaxe-ot. És hát most akkor ezzel szedünk, mivel hát ez sokszorosan adja. Tehát ez a speckója ennek a izének. Láttátok, hogy többet adott. Ez is kettőt adott a sima egy helyett. Kettőt. Tehát ilyen anyagoknál, mint például ez a... És nem jut eszembe a neve, de Abyssium Shard vagy mi. Érdemes a sima voodos, tehát sem ilyen edőrfás csárkányt használni. Duplába kapod meg, és hát akkor most hamarosan majd használjuk is az enchantert.
amiért nem bónusz rak bele, hanem megjavítatja az adott kelléket. Méghozzá teljesen. Ami egy jó dolog. Most bele 36. Igen, majd ha már tényleg nagyon szép ment a páncélzatom, akkor fogok vele javítani. Most tényleg gyors. Alakítok majd egy chestet. Zenét. Úgy tényleg a zenét azot elfelejtettem kiszedni. Zenét ott már ezzel a faizével nem lehet kiszedni, csak sökővel. Vagy pedig valami erősebbel. Hát a dört az nekünk szerintem nem kell. Na, ki is világosodott végre. Látjátok, milyen szép így. Oda fent is van némi anyag. Azt is gyors meglessük. Szia bárány! Uff. Gyere. Gyere pici bárány, gyere. Jó sok fullom van. Majd gyors vissza kell mennem a sima világba. Néhány dolog, mint például a bőr, hogy lebírja kraftolni egy nyerget. De tudok már disznókon lovagolni. Lovagolni? Hülye vagyok már. Repülni. Itt repülő disznók vannak. Amiket te irányíthatsz. Úristen, irányíthatod. Nem úgy, mint hogy disznó majd megy arra, amelyre akar. Madarat is megéri, de nekem nem tudom, hogy ez bugos, vagy mindig így csinál. De nekem azt trollkodik. Tehát a madár az, ami engem úgy szivat, hogy az A. Szerintem jó, bezárom egy helyre, hogy oké, maradjon ott, még légrácsolat is adok neki, hogy jó, ami nem fér ki, mert a madár az kettő most, a légrács az csak egy. Tehát pont ugye közepébe, hogy jaj, kapjon levegőt, már kezd hülyeség, de mindegy. Meg a teljesen bezárom, de tök mindegy, mit csinálok vele. Eltűnik. Disznó most sosem tűnik el, az olyan hű, az megmarad. Egy kis zanír. Vagy zanit gemstone. Nem tudom, melyik pont zanírt mondok, amikor... Hát ő... Nem az? Nagyon FPS lag van. Bendiken barátom. Itt is van kettő zenit, most már van 16. A páncél még aranydrag, jól bírja. Minek örülök is. Addig jó, ameddig bírja. Aztán már nem lesz az olyan túl boldog dolog. Van egy kis zanír. Zanit. Mindig zenírt mondok. Olyan lag van. Fú, tényleg, hogy leesik, akkor azt beszívom rendesen. Nem baj, gyors leveszem a gyémánt páncét, hogy az ne sérüljön fölöslegesen, mert így is úgy is megdöglök, amikor leesek. Várjunk csak. A Brissium shard az jól jön. Ezt mindig szedjétek ki. Lehet, hogy kicsit időigényes ez a fabigyóval, dupla annyit szedtek. És itt a jövőre gondolni kell nagyon. Ma is van be 54, ez még ajánlok is, jó? Négyet visszatölt is, hát halmozható, úristen! Vá, micsoda álom, így lehet halmozni a kaját.
Ejtőernyő. Dolgokat kidobom. Ami nem kell nekem. A zenét. És szerintem majd a következő részben meg is lesz sok a dungeon-t. Hát ott a kezdésnél volt, vagy még? Figyelj, mint akkor még ebben a részben meg lesz sok azt a helyet inkább. Azt kell jó sok csákány meg egyéb. Meg aki nézte a régebbi videóimat, az már tudja, hogy miről van szó. Mert csak úgy most kezdték el, és hát a régieket nem nézték meg esetleg. Nem mondom, hogy nézzétek meg, mert azok tényleg olyan... Jó, épp hogy elmennek. Sokak szerint jó, de... Most tudom, azt képesztem, annyira nem. Mondjuk azok... még... augusztusban voltak, ez az Edros videók. Tehát úgy eléggé régen. Meg az bűn, hogy elnézem... A legtöbb embert, akinek ilyen 100-200 feliratkozója van, hogy hogy is áll a csatornája. Itt tudom én példának véleménykifejtő, hogy játéktest full. Nézzéketem a csatornájukat, 170 feliratkozó, meg 150, meg ilyesmi, tehát közel áll hozzám. És akkor az a fura, hogy megnézem megtekintés, ilyen 30 ezer csak meg ilyenek. És akkor csodálkozom, és hogy dik. Ez hogy lehet nekem, meg 70 ezer van, szóval ezen csodálkozok. Tehát mondjuk ők azért elég nagy támogatást is kaptak. A Lucky időszakban például játéktesztfút elég reklámozták. Nem kritizálom, de amúgy csapatból, tehát a játéktesztfút csapatból a Darkkal beszélgettem úgy néha, és egész jó fej minden, meg nekem szimpatikus is, tehát jó fej gyerek. A pár idősem nálam szerintem, szóval mindegy. Fú, ó, bakker, szétment az én kis csákányom. Nem tudom, hogy megérte ezt a sok sült húst megcsinálni. Ugyanis utólag nekem olyan érzésem van, mint hogy feldughatom a seggembe. Ilyen érzésem van utólag sült húsokkal kapcsolatban. Fú, van ott ám szép táj, meg minden. Hogy próbál szabadulni eléggé érdekes módszerekkel. Lemegyünk. Meg úgy még köszönöm, most 239 fejjel tudom mondani, tehát mindenkinek köszönöm, aki eddig nézett engem. Hát karácsony külön kiadás nem nagyon lesz, szerintem a karácsony az egy családi ünnep. Tehát nem éppen az, hogy itt ünnepelni kéne egy teljesen idegen ember, hanem inkább ünnepeljétek a családba, és ne az, hogy itt karácsony napjain nézzetek engemet. Én is inkább családdal vagyok, meg ilyesmi ilyenkor. Tehát ne azért, hogy bekockoltuk, és hogy jó, tudom, nem így, de értetek a lényeget. Hogy akkor inkább tényleg ünnepeljétek a családdal, stb. Beszélgessetek egy jót, menjétek vacsorázni, így rokonokhoz, meg minden, mi is azt csináltuk. Hát remélem mindenki. Minden jó ember. Mégiscsak jobb a családdal tölteni a karácsonyt, mint így YouTube-azgat, meg ilyen hülyeség. Tehát én alapból nagy hülyeségnek tartom azt, hogy karácsonyi külön kiadás. Mikulási talán, mert az nem családi ünnep, de karácsonyi ugyan már. Ez hova képzel. És nem kritizálom azokat az embereket, de... Megsinézem az ilyen karácsonyi különkiadás videókat. Katamarét néztem meg egyedül, hát... Ilyen olyan, mint a többi különkiadás. Valami nagy dolog történik, és a többi az kész. Igen, és akkor most legyártok egy chestet is.
látta. Az fent van zenét is, ha jól láttam. Biztos, hogy minden rótöken van itt. Mert csak ez a 3 óra 40 perces videó, amit így, hát kb. Úgy 6-8 óra kihagyás is volt benne, amikor nem játszottunk, meg hát azért jó pár óra volt, mire elkészítettük, tehát ez nem úgy ment, hogy azonnal így egy húzamba felvettük majdnem, hanem a egyik. Az is el voltunk, lekonvertáltam, eltöltöttem, stb. 2 gigás lett lekonvertálva. Remélem, azért tetszik majd nektek. Fel van töltve már olyan délelőtt, tettem fel ezt a videót. Délután 1:30-kor veszem fel, akkor is most van annyi. Szóval úgy délután 1-kor kezdtem el ezt a videót. Bányázgatunk. El vagyunk, mint a befőttes üveg a márciusi különkiadás 6. lapján. Ja. Most zenét bocsánat egy kesztyűt, mert a vaskesztyű az szétmegy elég hamar. Már majdnem szét is ment. Mondjuk mit is várok egy vaskesztyűtől. Miután volt egy pár megpróbáltatása. Szerencsétlennek. Slime-ok. Hogy banán mondaná, slime. Akkor nem tudom, az olyan furán hangzik, hogy slime. Mikor adom azt is, hogy majd hogy slime. Tehát elég furcsákat hallok itt a slime-okkal kapcsolatban. Baszod. Megölve. Szóval erre kell lenni a Encsen tulós dolgomnak, de ott a zenit. Tudni kell, hogy a zenit az nem erősebb, mint a gyémánt. Gyémánt a legerősebb, még a gravitációs cucca. Na és többet vétel. Gyémánt a legjobb. Az powerful. Persze az edőrbe talán egy bányászágyra, egy ilyesmivel nem, de... Védelembe ez a legjobb. Hol van az a kicseszett enchanter? Merre vagy? Cic, enchanter, merre vagy? Ott az enchanter! És ott a mindenem. Jó, nem belerakom a kajákat. A felséges holmikat. Amik inkább legyenek itt. Ez nálam kell, hogy legyen. Szentkül nem hiszem, hogy kéne. De kell, hogy oda menjek. Tessék el, essek el. Most nem kell, essek el. Jó. Mi? Peacefulon voltam, az durva. És most fogom fel, hogy ott azon voltam. Nem legyártottam egy pár csákányt a menethez. Jó. Gyerünk. Erre is van. Azt hiszem erre. Igen, pont ott van a bejárat. Ott egy gonosz madár. Egy nagyon gonosz madár, akivel lehetőleg ne barátkozzatok. Sosem barátságos, mindig csak rosszat akar nektek. Tehát Kornél bácsi tanácsait fogadjátok meg. Tudu 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 tud
Tök jó ez a bandicam, kijelzi, hogy hány megás már a videó, már megvan 500, 500 megás. 20 fél órás, mondjuk az edörös videókból. Volt egy fél órás, ami 1 gigás lett. Igaz, az elég durva volt az a videó, amikor így a ezüst dungeon győztem, mert azt hiszem az volt. Mit keres ott bent egy kibaszott mérgező moa? Az sose jó. A moák azok nem szeretik az embereket, azok bántanak. Wow, ezt majd kiszedem kicsit később. Hogy rohadjál meg. Á, bakker, robbanni akar. Ilyenkor bemérkezett egy ilyen csúnyomó, akkor érdemes elbunni egy ilyen helyre, ahol nem tudsz kijönni. Mert össze-vissza megy a karakter, és én már jártam úgy, hogy leestem így. És akkor megdöglöttem. Szóval ilyenkor egy ilyen beszorított helyre kell menni, így fogságba kérteni a karakteredet. Mondjuk ide. És akkor megvárni. Vége az, vége van, oké. Jó. Majd közben a látás is eléggé meg... meg rossz. Rossz lesz. Mindjárt majd megjavítatom. Egy fenek is. Nem szedem ki. Mindenki arra kíváncsi, hogy harcoljak itt szerintem. Már aki nézi. Támadó csesz. A cseszekből lesz egy pár, főleg az is dungeonből. Zanit föl, wow. Vissza mennyi. Még egy csesz. Wow. Abrisszium torcs. Az most nem kell nekem. Más nincs itt, jó. Ez most egész jó. Bronze Dungeon. De vigyázzatom, mert pofátokba robban. Creeper 2 csak ő neki. Azt kell, hogy hozzátok érjen. Itt a kockaszem, vagy mi ez? Előszólok, hogy ezt is csak is csákánnyal, lapáttal, boltával verheted, karddal nem. Te nem bírod. De nagyon laggolok, az a gond. Rohadt bendikém. Az gond, hogy nagyon laggoltad. Gyorsan szétmennek azok a tudtosok. És amikor úgy bevörösödik a szem, akkor kezdődik a munka. Akkor begyorsul majd minden. Na jó, akkor ezzel ütjük most már. A bakker! Á, de nagyon laggolok, az a gond, a rohadt életért bendikem. Többé téged se használ nagyon. Most csak 30 FPS-re felmegy, de amikor a pofájába nézek, akkor meg lemegy 5-re. Amikor történik valami is. Na, Istenem. Micsoda. Izgalmas boss harc. Wow. Bedurvult. Ez azt is jelenti, hogy lassan vége. Vigyázik el, hogy sarokba szorítson titeket. Hát én azt veszel és leveszem, hogy semmi értelme neki még.